Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld-Fehér Hírek, én pedig Varga Dávid vagyok. Amit látják, itt állunk a Grupama arénában, ahol nem sokára megkezdődik a Ferencváros-Budapest Honvéd labdarúgó mérkőzés. Ez a meccs egyébként több szempontból is különleges. Egyrészt ez lesz a két gárda 200. egymás elleni bajnoki meccse, másrészt pedig október 23-án az ország az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékezik. És hogyha már a forradalom, természetesen ez nem csak az ország, hanem a Ferencváros életében is nagy szerepet játszott. Nézzük most meg erről egy beszélgetést. Akkor Ambrus, az első kérdés rögtön adódik. Miért utálták a Fradit ennyire a kommunizmusban? Hát azért utálták, mert a legnépszerűbb csapat volt. A legmagasabb színvonalon játszották ezt a játékot, amit labdarúgásnak hívnak a 40-es évek végén. És mivel a politika az élet minden területére rátette a kezét, illetve nem csak rátette, hanem ellenőrizni akarta, onnantól kezdve, hogy a háziasszonyok mit főztek otthon vacsorára vagy ebédre, ugyanúgy a munkahelyen kívül tudni akarta a hatalom, hogy mivel foglalkoznak, mivel szórakoznak az emberek, és hát mivel a labdarúgás világszínvonalon volt ebben az időben Magyarországon, a legtöbb munkás ember, ifjabb és idősebb korosztálybeli ember a labdarúgó pályákra mente ki, szombatonként, vasárnaponként, amikor éppen nem dolgoznia kellett, és hát a legnagyobb szurkolótábora akkor is a Ferencvárosnak volt, úgyhogy a politikai hatalom nagyon gyorsan szerette volna ezt a helyzetet a maga számára megoldani, ellenőrizni minden szempontból. Az eseményeket, mi zajlik a pályán, tulajdonképpen ugye a játékosoknak a kiválasztásáig mindenre rálátásuk kellett, hogy legyen. Ezért aztán nem volt véletlen, hogy 1950. februárjában a Ferencvárosi Tornaklub megszűnt létezni nevében. Ugye beolvadt hivatalosan az élelmiszeripari dolgozók szabad szakszervezetének egyesületébe, hogy ezt a borzalmasan nehezen kiejthető, kimondható szó együttes elmondjam. Ugye Édosz volt a neve. Aztán egy évvel később, mivel ez tényleg nehezen volt kimondható, még így Édoszként is nem nagyon hangzott el a pályán, hogy valaki ezt kiabálta volna. Ugye átnevezték, átkeresztelték Kinizsivé, de hát ez se nagyon szerette a közönség. Hát különösen azt nem szerették, hogy a jellegzetes zöld-fehér színt át kellett cserélni a piros-fehérre. Tehát mindentől meg akarták fosztani, és meg is fosztották a labdarúgó klubot és a szurkolókat, amely addig a Ferencvároshoz őket fűzte. Nem csak a név változott meg, hanem hát közvetlen politikai irányítás alatt működtek ezek a labdarúgó klubok. A belügyminisztériumban folyamatosan ellenőrizték, hogy mi zajlik a pályán, az edzéseken, a lelátón, mindenről tudni akartak. Úgyhogy amikor 1956. október 23-án kitört a forradalom, az emberek kimentek az utcára, ugye tudjuk, hogy az egyetemista ifjúság kezdeményezésére indult tulajdonképpen ez a tömegtüntetés, amely aztán már estére forradalommá, fegyveres felkelésé alakult. Hát igen nagy számmal vettek részt ebben a forradalomban, fegyveresen is ferencvárosi szurkolók. Mert hogy a Ferencvárosban lakó fiatal embereknek, hát most persze nem tudok statisztikai adatokat mondani, de azt hiszem, hogy döntő többsége természetesen FTC szurkoló volt. Úgyhogy az sem véletlen, hogy az egyik első olyan szakosztály, illetve sportegyesület volt, amely kezdeményezte az újjászületését, és november 1-én délután 2 órakor az Üllői úti pályán ez meg is történt, visszavette a régi eredeti nevét, a Ferencvárosi Tornaklubot. És ez egyébként így meglepő is, ismerve a kommunizmust, hogy maradhatott a Fradi név november 4-e után is, amikor ugye leverték ezt a forradalmat. Miért lehetett ez? Nem a Rákosi rendszerről beszélünk már 1956-ot követően, hanem a Kádár rendszerről, amelynek az első fél éve az nagyjából azzal telt, hogy megpróbálta elhelyezni magát. És hát persze nagyon bizonytalan is volt mindenfajta eszközökkel. Most ebbe nyilvánvalóan nem kell belemenni, mindenki nagyjából tudja, hogy miről van szó. Szóval a lényeg az, hogy voltak olyan dolgok, amiket már nem szerettek volna, vagy amikkel nem szerették volna a lakosság, a magyar embereknek a
a lelkét még jobban megsérteni. Egyszer már megtörtént az 50-es években, vagy 1950-ben, aztán 51-ben. Nem úgy gondolták, hogy ezt a területet, legalábbis a nevét illetően nem bántják már. Úgyhogy tulajdonképpen arról van szó, hogy nem merték ismét visszaváltoztatni valami egész másra az FTC-nek a nevét. Maradhatott továbbra is Ferencvárosi Tornaklub. Ez hála Istennek azóta sem változott, a Ferencvárosi Tornaklub így tehát november elején a féle második születésnapját ünnepli, idén a 60-at. Beszéljünk most a másik jubileumról, azaz a 200. Ferencváros Honvéd bajnokiról. Az NB1 13. fordulójában a mini derbi 7000 fős publikuma izgalmas, gólgazdag mérkőzést láthatott, melyen a mi fiaink győzedelmeskedtek. Ezzel megszületett a 110. zöldfehér siker a kispestiek ellen, a csapat pedig feljött az OTP Bankliga harmadik helyére. A meccs után az ezúttal jobb hátvédként szereplő Rovrencsics Gergő értékelt stábunknak. Kezdjük egy kicsit a mérkőzés felkészülésével. Ugye Dolmester nyilatkozta, hogy a hétfői szabadnapotok elmaradt, edzés lett helyette, és egyébként a egész héten is keményebben edzetetek. Ezt tette meg most a hatását? Hát szerintem igen, szerintem kellett az, hogy egy kicsit kijöjjünk ebből a langyos vízből, mondhatom, hiszen az eredmények nem úgy ültek el, ahogy ezt mi szerettük volna a szezon elején, ahogy mi ezt elterveztük, hiszen minden szezon más. Tehát nem lehet a tavaly évből kiindulnunk, hogy 20 ponton nyerte a Ferencváros a bajnokságot. Itt volt nekünk egy bajnokok ligája kiesés, nagyon korai, ami egy kicsit visszavett a csapaton mentálisan. És én úgy érzem, hogy kellett ez, mert csak kemény munkával van eredmény, és ezt bizonyítottuk, hiszen tényleg 3-0-ig nagyon keményen dolgoztuk, hogy ilyen előnyre tegyünk szert. Utána egy elkerülhető gólt kaptunk, ezeket, hogyha ki fogjuk küszöbölni, akkor én azt mondom, hogy kijövünk a gödörből, de tényleg még nem jöttünk ki. Ez kell az, hogy a kupa mérkőzésünket, hiába, hogy megy a kettes csapattal játszunk, 100%-osan oda kell tenni magunkat, illetve én nem érzem, hogy egy ódiós győr ellen idegenben, hát nehéz sorozat van előttünk, de hát ezért kell futballozni, ilyen akadályokat vennünk kell. Egy kicsit ilyen hullámvasutas volt a meccs, hogy a 3-0-ig nagyon sima, aztán 5 perc alatt kaptunk 2 gólt, ott rezgett kicsit létsz belülről is? Én személy szerint éreztem azt, hogy baj lehet, utána ugye 3-2 is volt egy nagyon-nagyon nagy védése ugye a Dininek. Én azt mondom, hogy ez volt az a fordulópontja a mérkőzésnek, ami után éreztem azt, hogy itt nem kaphatunk ki. Viszont természetesen ugye 2 bekapott gól rövid időn belül van, hátra 20 perc, természetesen mindenki ugye megijed. De hál' Istennek, hogy helyén volt az eszünk, és amikor kellett, akkor meg tudtuk nyugtatni a játékot. És mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy a negyedik gólunk előtt az les volt, mindegy, majd meglátjuk, de az a lényeg, hogy tényleg nyertünk, és nagyon bízom benne, hogy ez erőt fog adni nekünk a következő mérkőzésekre. A találkozót eltiltása miatt csak az egyik Skyboxból tekintette meg vezetőedzőnk Thomas Doll. Őt a kispadon Máté Csaba és Ralf Cumdik helyettesítette. Thomas távollét, hogy mit jelentett a csapat számára, hiszen egy órával a meccs előtt ott tud lenni a csapattal, megtartja a taktikai értekezletet, előtt megbeszéljük különböző forgatókönyveket, várható cseréket, kik jönnek be, kik mennek le. Azt gondolom, hogy ezek, ha valaki kicsit figyelemmel követi a csapatot, gondolhatta, hogy ez fog történni, hiszen egy Hajnal Tamás nem valószínű, hogy 90 percet fog tudni játszani, egy Trinks nem valószínű, hogy 90 percet tud játszani. Itt az eredménytől függött, hogy kit hozunk be, védekező, támadó típusú játékost, és ezért voltak ezek a cserék. Hát, azonos volt a szerepünk a Ralfal, azért álltam én ott, mert kicsit fiatalabb vagyok, illetve egy ember állhat csak a kispad mellett. Tehát ha lehetett volna ketten állni, akkor ketten állunk ott, úgyhogy ezt abszolút nem szeretném magam tudni ezt a győzelmet. Tehát ez egy közös munka volt, mindenki benne volt, Thomas is. Igazából vele készültünk fel idáig, most az, hogy nem ühetett eltítás miatt a kispadon. Én azt mondom, hogy ugyanúgy a csapat ezt érezte, be akarta bizonyítani, hogy igenis mi egy jó csapat vagyunk, egy nagyon egységes csapat vagyunk, és ezt úgy érzem, hogy sikerült, úgyhogy vele ugyanezt kell tovább folytatnunk. Ez nem az ő személye, hogy most ott ült vagy nem ott ült, természetesen szüksége van rá az ő mentalitására a csapatnak. Ezt a következő meccsen ugyanúgy bizonyítanunk kell.